fergeteges koncertekkel vette kezdetét a harmadik Szerencsi Artúr Napok Fesztivál augusztus 25-én. A koncertélményeken túl gondoltak a családosokra is, így számtalan szórakozási lehetőséget is tartogat a háromnapos rendezvény, amely hivatalos megnyitóját a 100 éves Szerencsi Csokoládé születésnapja alkalmából szervezett szakmai konferenciával kötötték össze. Az eseményen részt vett dr. Kondz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, aki örömét fejezte ki, hogy harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Szerencsi Csokoládét népszerűsítő esemény, hiszen a Szerencsi Csokoládé 100 éve az itt élőknek is nagyon fontos, ami nem csak a múlt, hanem a jövő számára is meghatározó. Kiemelte azt is, hogy a rendezvényre nem csak a koncertek miatt érkeznek, hiszen a csokival kapcsolatos kísérő programok, mint a Csoki útlevél, rengeteg embert vonzottak már az első napon. Szerencsi Csokoládé 100 éve az nekünk itt élőknek egy, hát hogy is fogalmazzak, egy nagyon-nagyon fontos és a múltunk számára is kiemelkedő, de azt gondolom, hogy a jövőnk számára is egy nagyon-nagyon fontos ünnep. Ez az egész év. A Csoki túrán keresztül be tudják mutatni a várost, a cukrászdákat, a Rákóczi várat és a Zempléni múzeumot, valamint magát a csokoládégyárat is. A szakmai konferencián dr. Nagy István agrárminiszter is tiszteletét tette, aki elmondása szerint azért érkezett az eseményre, hogy gratuláljon és köszönetet mondjon, amiért ma is ismerhetjük és fogyaszthatjuk a Szerencsi Csokoládét. Tartozom egy vallomással ellen. Szeretem a csokoládét. A kereket, a szögletest, a keskenyt, a vastagat, a lyukasat és az évet. A mogyoróst, a teljes és a keseret. Az ünnepi eseményre egy ajándékot is hozott magával, egy 100 éves jubileumi oklevél formájában, amelyet át is adott a Lovagteremben rendezett konferencián a Szerencsi Bonbon Kft. Tulajdonosának. A szakmai értekezés végén a Zempléni Múzeum Édesévek a Csokoládé 100 éve című kiállítást tekintette meg a miniszter és a miniszter helyettes, ezt követően pedig a Szerencsi Csokoládé mintaboltjánál leplezték le Ecker Róbert legújabb szobrát, amelyet a csokoládégyár dolgozói megbízásából készített. A tábla Lichti Frigyes, a svájci származású szakembernek állít emléket, aki nem csak felemelte, de élete kockáztatásával meg is mentette a Szerencsi Csokoládégyárat. Közben a fesztivál területén már a MOL Új Európa Alapítvány színpadán őrületes hangulatban dübörgött az Edda, később pedig Bája Lex és a Slap koncertje. A Nestlé színpadon pedig a Szerencsi származású Hooligans zenekar tüzelte fel a hangulatot, akiket az AK-26 és Dr. Béres fellépése követett.